mindig szeretettel és megértéssel fordult az arra rászoruló felé. Több jótékonysági koncert szervezője és résztvevője is egyben. A Vörösiszap katasztrófa káros útjainak a Földszélénk középen című lemezének bevételeit ajánlotta föl. A közelmúltban a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc alapítvány segítségére is sietett. Közös képet is forgattak az ott lakó gyerekekkel, akik hangjukat, arcukat és szívüket is adták ehhez. Karitatív munkájával kapcsolatban egyértelműen megfogalmazható a határtalan igyekezet, a lelkiismeretesség, a tenni akarás, a szociális problémák iránti fogékonyság, a szakmai igényesség, következetesség, a segítségnyújtás minél magasabb szintjére való törekvés. Külön kiemelést érdemel az a szeretet, magas szintű gondoskodás, empatikus készség és türelmesség, ami az arra rászoruló irányában megnyilvánul, és ami a kiemelkedően végzett művészi tevékenység és tevékenység egészét átfogja. És most már én eleget beszéltem, beszélni a zene helyettem. Kedves vendégeink, nagyon nagy megtiszteltetés számomra köszönteni itt az iskolákban Szent Márton Imrét, azaz Szent Attilát.
Itt van két fiatalember mögöttem, őnekik jár egy hatalmas taps. Elég csak. Köszönöm nekem. Akkor jöjjön még egy szolidabb dalocska. Nem mondom, hogy utána előveszem a torzító gitárt és jöjjön a rock and roll, bár az is egy jó műfaj, de most egyelőre maradjon szolid. Nyilván, hogy tetszett olvasni a címet, hát én ehhez is tartom magam, meg azért 80-90%-ban. Persze annak ellenére, hogy van zenekarom is, és szoktunk velük nagy vircsaftot csapni egy-egy koncerten, és sok-sok improvizációval, ugye valaki már ismeri ezt a hangulatot is, mondjuk azt, hogy vannak ilyenek, de mondjuk többnyire akkor figyelve a helyi hangulatra is, ilyeneket válogatok. Jöjjön még egy filmzene, ez a két dal szinte szorosan kapcsolódik egymáshoz, én meg aztán jól belekapaszkodok ebbe a helyzetbe és eljátszom önöknek, nektek. Három fiatalember megy a kosárlabdáért hozzák, és itt fognak, míg én játszom, kosárra dobni, önök feje fölé. Nem, azt mondják nem, hanem nem. Jöjjön akkor a következő szerzemény, ez már nem a Vivát, hanem a másik a Strogoff Misének, az is egy film, ugye a Strogoff Mihály címet ért a jó szórakozást hozzá.
Köszönjük szépen. Ügyes vagy igazán. Figyelmes és ügyes fiatal. Hát akkor ez a fantom az operában, ez egy, hát a világ zene irodalmának egyik legszebb, mondjuk, legismertebb darabja. Láthatták élőben, filmen, és hát talán nem is kell a szerzőt sem bemutatni, Weber-ról van szó, ez a dal feldolgozása került, és hát említést mindenféleképpen szeretnék tenni róla, hogy ez a dal 20 éve került le az életembe, egészen pontosan hamarabb, de amikor rákerült az egyik lemezemre, amit nem csak Magyarországon, hanem külföldön és Ázsiában is kiadtak, hát ez igazán egy áttörés volt. Ugyan Maláziában közel 2 hétig tartózkodtunk kint, napi 4-5 előadással. Olyan jól megismerték ezt a lemezt, ami rajta volt, a fantom, hogy hamarabb lett arra a lemez, mint itthon Magyarországon, 25 000 példány számban fogyott. Tetszik fázni, nem? Fáztok? Nem még? Jól van, megpróbálom. Ha mindjárt jönnek a melegek, már hogy nem. A meleget is jön nem sokan régen, de még már nem tévesz előtte. De mindjárt jönnek a temperamentumos a dalok, és arra már lehet, hogy tudtok mocorogni is. Jól van. Na, hát akkor jöjjön még a fantom, aztán majd látjuk, hogy mi kerül a levesbe. Thank you.
szinte mindenki most már. Gyerekek, bánsi, megvan? Tudod, fújni kell. Nem? De a kezdet már kapcsolatban, jó van, rendben van. De mindenki, tessék befáradni, jöjj el, nyugodtan, be lehet, gyertek, nyugodtan. Tessék, csak van még hátul hely. Tessék, nyugodtan. Ott inkább, jó. Öntön. Ánsi, hát most már Európában is eléggé bekerült a köztudatba, mondjuk így, és egyre többen ismerhetik. Hát kérem szépen, ez a hangszer különleges, Kubából érkezett Magyarországra külön megrendelésre, és hát nálam kötött ki, hogy nem. Nem csak dísznek használom, először úgy volt, hogy jó lesz majd a szobám falára, de azért az kicsit túlzás lenne egy ilyen csodálatos hangszernél. Tessék meghallgatni, hallgassátok meg a hangzását. Én ezt a dalt nyilván valakinek kedvencén is tudom, és nem is hagyhatom ki, hogy eljátsza vagy ne játsza, ezen nem gondolkodtam. Valakinek a kedvence is lehet, de hogyha előkerül mondjuk ez a magányos című szerzemény, akkor azt is el szoktam mondani, hogy az Aggteleki Csepkőbarlangban minden évben van egy előadásunk. Most már 22 éve rendezünk júliusban koncertet, hát a szimfonikus zenekarral, vagy a saját zenekarral, vagy mind a kettővel együtt. Ki volt az idén az Aggteleki Csepkőbarlangban koncertemen? Ketten, három, öten, négyen, jó, alapul, jó, ez így szabad lenni, hogy először. Ez mindenhol látom, mert Pécsről, Sopronból, Szegedről mindenhonnan érkeznek, tehát dupla kertházas koncert létrejöhetne, de sajnos nem lehet csak egy évben egy, úgyhogy kérem szépen időben szóltam, egyenkettes gondolkodni róla, mi már február körül elkezdjük szervezni ezt az előadást, ezt az Aggteleki Maradlabarlangos koncertet, és hát hogyha valaki úgy gondolja, akkor már tervezzen ezzel, hogy júliusban egy hosszú hétvégére esetleg oda látogat. Önöktől meg ráadásul nincs olyan messze, mint a Pécsből a gyerek. Tehát a gyerekeknek még szívesen figyelmét ajánlom, ha nem ismerik ezt a barlangrendszert, bukkantsanak bele. Nem csak a felnőtteknek, kimondottan nem csak a felnőtteknek érdekes, hanem a gyermekeknek is. Hát kérdezőben azt tudni kell róla, hogy plusz 12 fok van, 12 másodperces a visszhang ilyenkor, hosszan mondja. Én másokáig nem tudom. És 12 denevér repül elő a rejtek helyéről, amikor ez a dal elkezdődik. Aki nem hiszi, jövőre járjon utána. Aki el szokott önni, ők tudják nagyon jól, hogy a denevérek olykor előjönnek, és senkit nem vittek még ki a magból. Téfi, eddig még nem szálltak bele. Azt mondták, hogy annak száll bele a hajába, akinek legnagyobb. Hát kérem szépen, ott nem sokan néztek rám akkor, és még nem volt denevér a hajamban. Úgyhogy jöjjön el mindenki, aki úgy gondolja, hogy kikapcsolódni vágyik. Csak jól fel kell öltözni. Most pedig jöjjön a Magányos című szerzemény. Thank you.
Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm. Igen, csodálkozva néznek befelé a kedves érdeklődők. Délelőtt 10 órakor koncert. Igen, van ilyen, a Szent Martin koncert délelőtt 10 órakor van. Ez gyakorlatilag helytől és időponttól sokszor független. Tessék befáradni nyugodtan, vannak még szabad helyek. Ide meg sokkal melegebb van, mint a folyosor. Nem sokkal, de nem megjelent. Tessék befáradni, jöjjenek csak nyugodtan, nyugodtan. Kérem szépen, mondtam, ígértem a gyors dolgokat, jöjjenek a gyorsabb szerzemények. Itt már temposat, tessék nyugodtan. Többet már úgy sem veszel föl, 4-5 megvan, nem? Még egyet? Na jó, még egyet. Megnézzük, hogy hogyan tapsol a közönség. Van egy ötletet? Hát mert akkor pont a másikat kellett volna fölvenni, de mindegy. Mert hogy megnéztük volna, elég világos van ahhoz, hogy ne tapsoljanak, de hát ha rábírom önöket, hogy mégis hátra. Két dolog nagyon zavarja a közönséget. Ha túlságosan világos van, ez főként a tapsolásban és az éneklésben. Ha túlságosan világos van, tessék csak nyugodtan megfelelni. És ha itt van a kamera, ha kamera van, akkor új, olyan, mint hogy a gúzsba lennének kötve, de itt nem hiszem, kötve hiszem. Na szóval meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván egy jó kis temperamentumos dal, tessék csak, jó van. Tessék csak befáradni. Ez a dal csak egy fölkészítő lesz a temperamentumoshoz, jó? Csak azért, hogy érezzék a hullám frissességét. És aztán már látjuk, hogy amikor már jó tempós lesz, akkor már nem fogom önöket megszabadni. Néha egy picit lassulni fog a szerzemény, gyorsulni fog, de mindenképpen a déli szélről szól. És hogy kikuzsikáltak, amikor én ezt a dalat írtam, csak kimennek. Nincs hely, nem jó. Mennünk kell. Ez igen, rövid volt a látogatás, de legalább bejöttek. A déli szél, utcazenészek muzsikáltak, fantasztikus, kiváló muzsikusok, olykor saját magukat, néha pedig a közönséget és az arra járókat szórakoztatnak. Úgyhogy kérem szépen, kedves gyerekek, a déli szél. Melyik szél hozzá haladt? Az orr. Ezt nem mesélem.
Köszönöm.